Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket a mai napi munkanapokban, egy Junkerszer, a Star típusú kazárnak az éves karbantartását és a biztonsági szerep cseréjét fogjátok ma látni. A biztonsági szerep ott figyel lent, a kis piros fedelű. Azt majd alulról kell szépen meg szerelgetni, utána az egészet széjjel szedni, kitakarítani, az nem semmi gond, nem annyira vészesen piszkos szegénykém, de mindent meg kell szépen csinálni rajta. Na, tehát itt van egy ürítős szelep alul, amire felkötöttünk egy slagot, és egy egyszerű, de annál határozottabb mozdulattal leengedjük a felesleges vizet a rendszerből, ide a fürdőkádba. Na és persze, mert most néztem át, hogy mit is kell még igazából cserélni ezen, még ezt a kapcsolót is cserélni kell benne. Ott van a vadonat új. Meg ott van a másik biztonsági szerep, amiket is szépen majd cserélgetni kell. Jól van, hát akkor most ezt, itt volt két csavar, ami tartotta, ott egy, meg ott a másik, itt figyel benne, az még ott van, és akkor mi ezt kell innen mindenki bányászni, ezt meg is tettük, úgy, ezt most aki le tudjuk szépen hajtani. Jó, na nézzük, hogy ezt a csodát mi fogja ide. Hát ahogy elnézem, itt a porosnak poros csavarok, egy pár, egy, kettő, három. Legalább négy vagy öt csavar tartja ezt a szépséget ide. Jó, hát akkor szépen bontsuk le mindent. De szerintem először kiportalanítom, mert ebben nem szeretek dolgozni. Na, kibányáztuk ezt a régi hidraulik shalter nevezetű alkatrészt. Ez tulajdonképpen arra funkcionál, hogy amikor meleg vizet szeretne a házigazda, akkor átvált a fűtésről meleg víz üzemmódra, és akkor a melegvizes rész funkcionál. Hát ez régi, de szerintem ez amúgy működött rendesen. Na mindegy. Itt a vadi új, gyönyörű 0 kilométeres. Itt van kettő darab körülakú tömítés, ami ott figyel, mint látjátok. Meg van egy picivel kisebb, azt a három tömítést kell beleépíteni, és utána gyakorlatilag rendben is vagyunk vele. Na, tehát itt volt egy tömítés, amit kicseréltünk, meg itt van hátul egy másik tömítés, amit kicseréltünk, illetve ott van egy tömítés fent, meg itt egy másik tömítés lent, amit az előbb mutattam. És akkor ez így ebben a formátumban fog majd szépen bemenni, amit fogni fog négy csavar. Na és miután belett csavarba mind a négy csavar, és helyére lett passzintva ez a kis pici csövecske, az új tömítésekkel együtt ez a kapcsoló így akkor bekerült, vissza lett csatlakoztatva az egy kábel, ami ezt a mágnes szelepet irányítja, jól van. Akkor most menjünk hátra a biztonsági szelephez, és akkor cseréljük ki azt. És nem csak levenni volt furcsa, hanem feltömíteni is, de ide fog jönni majd az új biztonsági szelep. Mint látjátok, a menetet egy kicsit ugye fűrészlappal megdurvítottam, vagy felkapartam ki, hogy ismeri, és utána a Loctite tömítőanyagot használtam. Ez még nem a reklám helye volt, csak itt roppant megfelelő lesz ez a fajta tömítés. És akkor most már a biztonsági szerep is szépen beszerelésre került. Mondjuk kicsit furcsa, hogy ennek nem csináltak külön ürítő vezetéket egy lefolyóba, de mondjuk elcsöpök ide a kádba, illetve egész pontosan a kád szélére. Jó, akkor most jön egy egyszerű mutatvány, feltöltjük a rendszert, kettőt bárra, kíváncsi vagyunk, hogy amit dolgoztunk, az nem-e csöpög, vagy nem-e folyik. Na, és mint látjátok, a mutató az ugye kettő báron áll, vagyis fel lett töltve a nyomás. Nézzük, hogy ez csöpöge. Nem. Ez nem csöpök, ez száraz maradt. Ez esetleg alul mutat valamit? Nem. Alulról nem, nézzük meg felülről. Felül sem. Meg ez a kis vezeték sem. Jó. Akkor a munka nehezével most már készen vagyunk. Innentől kezdve jön a hagyományos éves karbantartás, elektródákat cserélni, az égésteret kitakarítani, ugye ezt a rengeteg csavart most mindjárt leszedjük, kibontjuk az egészet, és utána szépen kitakarítjuk a kazánt, hogy mindenki nagyobb boldog legyen. És ennél a kazánban gyakorlatilag ismerős lehet a szituáció, hogy ugye volt itt 8 csavar, ami tartott ezt az előlapot, itt volt egy gázcső, amit le kellett szépen szedni,
Utána ezt a kis vicket vackot itt, ami a tulajdonképpeni lángokért felelős, ezt egy egyszerű egykezes mozdulattal ki lehet szedni innen. Már csak akkor lenne szép az egész, úgy mint hátul látjátok ott a tágulási tartály, hogyha azt is ki kéne még cserélni, tehát akkor már teljesen fel lenne újítva, de ezt nem kell. Azért az egészen jónak mondható, hogy az annyira nem piszkos, persze a szokásos hab, spray, porszívó, stb. Mert szépen ki fogjuk ezt takarítani. Bent ez a samodbélés az egészen megfelelő. Elektródákat kell még kicserélni, aztán meg megmérni az egészet, és tulajdonképpen így majd, hogy nem készen is vagyunk vele. Na hát akkor kezdjük ezzel. Hát ebben is van némi piszokretek. Egyik kollégám azt mondta, hogy hogyha ezt nagyon piszkosnak találom, akkor nyugodtan ki lehet takarítani, akár vízzel is. Hát most akkor ezt megnézzük, hogy az mennyire fog ennél használni. Na, most már, mint látjátok, elég szépen ki lett itt takarítva minden. Itt is szépen fel lehet látni közte. Igen, ez a hab azért ezt tudja a dolgát. Akkor itt lent is azért elég jó az átlátás. Ugye innen alulra is szépen, nézzétek meg, teljesen kitakarítva, takarítva. Ez az egész, csak úgy csillog-villog. Úgy inni. Akkor most még az elektródákat gyorsan kell kicserélni, aztán utána tulajdonképpen össze kell rakni és jöhet a főpróba. A nyomás az még mindig 2 báron áll, nem folyik, nem csöpök sehonnan, tehát igazából ez volt az egyik elsődleges szempont, hogy az megálljon, ugyanis 2 hetente kell tennének újra tölteni, mert csöpögött. Na, engem megkeresnek. Elektródák kicserélve, ionizációs elektróda szép új, gyújtó elektróda szintén vadonatúj, ez ide bekötve a gyújtótrafonnak a csatlakozásához, és szépen ez az alsó lemez, ami a gázterli, ez így gyönyörűen ki lett takarítva, de hát ez most már semmi port nem fog bevinni egyelőre a rendszerbe. Jó, akkor ezt most gyorsan összerakjuk, ezt itt beéreztük ide alulra, és visszaszereljük az előlapot, aztán jöhet a nyomáspróba. És akkor teljesen elkészítve minden a főpróbára, visszaszerelve a gázcső, nyomáspróbája megtörtént. Ugye a víznyomás az még mindig 2-ben áll, tehát ezzel nincsen semmi probléma. Előkészítettük a mérőeszközünket, hogy meg tudjuk mérni a füstgáznak a káros anyag tartalmát ezen a lukon keresztül. És, mint látjátok, életet lehetünk a rendszerbe. 35 fok, 36 fokos már a vízhőmérséklet, füstgáz hőmérséklet 52 fokos, 3,97%-os cél, az egész jónak mondható, és 10 ppco. Na nézzük, akkor kapcsoljuk át a kéményseprő üzemmódra, hadd menjen csak teljes gázzal minden, megy is. Méregetünk, aztán tulajdonképpen mindjárt el is készültünk vele. Azért remélem látszik a különbség, hogy milyen volt előtte, milyen lett utána, tehát ez tényleg ki lett gyönyörűen takarítva kívülbelül minden irányba. Itt, ja igen, a vakutó most az nem fog látszani, de ég benne a tűz szépen. Viszont vaku nélkül azért ez látszik, hogy milyen szépen működik itt mindent. Az egész égéstérben szépen megy minden. Valószínűleg még itt távozik egy kis vízgőz, meg pára, meg ilyenek, azért vannak ezek a kis villózódások, de ez hamarosan be fog állni szépen. Tehát tulajdonképpen jól sikerült a kazánnak a tisztítása. Hát köszönöm szépen a figyelmet, a munkanaplót láttátok. Most körülbelül egy 3 hétig nem lesz videó, mert elmegyek én is egy kis szabadságra, de majd júniusban találkozunk. Addig is minden jót kívánok nektek. Sziasztok!